2021. Augusztus. Augusztus 1-én, tegnap vasárnapi nap délután a Budapesten! Budapesten nagy begyékét a Göllért, ez is Gellért hegyen. Gellért hegyen volt egy marha nagy kretén Bartos találkozó, úgy viszont. Azért akarom egyébként megmutatni, kaptam egyébként körülbelül azt hiszem, hogy 5 üveg bort, abból már csak 2 van, úgy bizony dáú, és nagyba gyűjjék, úgy bizony dáú, itt pedig elkezdtem egy kitet, mutattam nagyba így a szobafalat, nagyba így elkezdtem a házat így nyernie, házat elkezdtem venni, egy kis élmény beszámolót egyébként akarok tartani a tegnapi találkozóról, és fölbontom eme finomságokat, amiből már 3-at megittam, úgy bizony dáú. Kogyász, vagy 4-et. Dobrý večer, nejpětím už bizony dáu. Nagyba úgy bizony dá. Hárásu, hárásu. Nagyba, tehát, ahogy az elébb is egyébként nagyba egy elmondottam, úgy bizony dáu. Tegnap meg volt lészen, kérem szépen! Meg volt egyébként Budapöstön, a Göllért hegyen, Budapöstön, a Göllért hegyen, meg volt nagyba a Bartosista kretén találkozó, amire egyébként írtam egy marha nagy szöveget, és köszönöm egyébként Spassiba egyébként, akik együttek, és megtisztöltök nagyba egyébként a jelenlétükkel. És nagyban elfelejtettem, aki ezeket a piákat hozta, nem emlékszem már egy nevezetedre, de külön egyébként köszönöm. Mondom, már csak 2 bor van, a többit azt már bészutyakultam. Nagyba egyébként bészutyakultam. Na igen, és nagyba egyébként viszok egyébként mindenkinek, akik jelen voltak, nagyba az ők is. Egy kis körtét, ők körte, de. Na, de. És nyitok jók be egy kis kékfrankost. Kékfrankost. Tehát, de előtte egyébként, de közben egyébként, miért közben nyitom, tényleg egyébként. És valójában, de... Meg vacsora időszak van. Mondtok mindegy egy kis jó kis macska kaját, de... Tehát, valójában egyébként, akik beírták egyébként asztat, hogyan a rétedet is adjam, baszhat. Valójában egyébként tényleg csigazatok van. Ebbe ezt aláírom egyébként, aláhúzva. Tehát tényleg egyébként ebben igazuk van, tehát... Húzom. Jó kis finom. Vérré válik, vérré minden csöpje. Tehát valójában egyébként tényleg igaza van azoknak, akik beírták, hogy... Hát... Nagyba egyébként Bartos anyád rohadt picsáját, úgy bizony dáú. Hát, hogy nem előtte köl, tehát ebbe igazatok van, úgy bizony dáú. Na, zárjam. Na. Jó kis voltam. Na, na, de rúgjál. Tehát, nem előző nap köllött volna bejelenteni, na, tehát ez a csvényeg. Sőt, akkor nem is lesz kicsébe előző nap. Vasárnap volt, és vasárnap délelőtt lett kitéve. De hát máskor ilyen nem lesz, és lészen majd egyébként marha nagy Bartosista találkozó még valószínűleg a nyáron. De ez gyáron, ha? Nyáron. És akkor tényleg egyébként akkor be kell furikáztatni az egészet. Csak az annyi jelent, hogy legalább 1-2 héttel előtte, de legalább minimum 1 héttel előtte be lesz nagyba egyébként harangozva, hogy tényleg találkozó lesz. Nem baj egyébként, hogy ti, mert körülbelül 10 fölvételekből is majd ki fog egyébként nagyba derülni, körülbelül vagy borulni, hogy olyan 10-15-en voltunk, de azok a kemény mag. Tehát a kemény mag. A kreténeknek a faszabuck oldalán fönn volt a találkozó, hogyha nem mindenki nézte a kretének faszabuck oldalát, és tényleg azzal egyébként elbaszarintottam az egészet egyébként osztályokon, hogy nem az utolsó pillanatban körülött volna akkor nagyba meghirdetni, az utolsó órákban, tehát előtte az utolsó órákban,
Nem, tényleg legalább egy jó egy hetes beharangozó ilyenkor akkor lészen. Tehát ez egy jó tanuló píz volt. Na. Nem baj, hogy kevesen voltunk, így legalább mindenkivel tudtam böszörnyigetni, stb. Mindenkinek ettem a hajából is. Szerintem senki nem maradt ki, akinek nem ettem a hajából. Hajra, a H-vitamin haj. Így a tanítványokkal is egyébként egybé válok. Ez a... Nos, nem tudom, hogy hová tettem a pektámat, úgy bizony a szemüvegemet, de szemüvegen át. Bizony, de. Tehát tényleg ez egy jó intő példa volt. Bizony. De. Jó kis zsíros, húsos. Jó kis macska kaja vacsorára. Na, felolvasom egyébként. Igen. Plusz. Nagyba. Kaptam egy ilyen pöpec láthatósági möllényt. Nem eszem egyébként meg. Csak a címkét kezdtem el egyébként tenni. A kapitalista címkét azt megeszem. De magát, azt a ruhát nem fogom egyébként megenni, azt a möllényt. Mert a nagyba tántorgok a kocsmából haza. Részegen. Icaka. Akkor ebbe nem jut el egyébként semmilyen kordé, semmilyen kocsi, mert láthatósági möllény. Nagyba pöpec möllény! Na, tudtam egyébként pár dolgot, hadd olvassam egyébként fölfelje. Na, de. Tehát. Ettől, hogy hová tettem a pöptele, jó nagy bőtükkel itt. Köszönöm, nagybaú, a résztvevőknek, hogy vasárnap 2021. augusztus 1-én megtiszteltek nagyba a jelenlétükkel. De vár. Kis szaká. Mert nyírnom kell egyébként öléggé, mert öléggé nyúl úgy bizony, de ezt vitamira szakára. Meg nagyba egy-két üzenemnék egyébként, hogy nyugodt előttönnek, hogy nyírni fogom, csak most egy kicsit elhanyagultam, majd megeszem amúgy tisztelt drágám, úgy bizony, bőttiké. Mert ő nem szereti, hogyha szakállam van. Nagy babőttina. Már hogy nagy. Körülbelül 15-en lehettünk. A Bartosista kemény mag. És igaz, de én egy ünnepi beszédet írtam egyébként ennek ízéjára, a bojszáltatására. Bojszáltatására! Igen, igaz, de kicsit el lett baszva, mert egy nagy találkozót nem aznap pár órával kell bejelenteni előtte. De nem baj. Így legalább nem voltunk sokan, nem sértettünk meg semmiféle gyülekezési jogot, és mindenkivel legalább egyébként tudtam beszélgetni. Mert mondjuk itt egy 10 éve. 10 évvel ezelőtt az meg egyébként volt ottam, legalább lazán faszan egyébként 200 ember, és nem tudtam beszélgetni senkivel. Itt legalább nem basztam be annyira se, tehát nem voltam az a totál ullarészeg, és el tudtam beszélgetni emberekkel. Köszönet Jókernak, Kulának, de ez egy csüle, Répának, és Tetűhintás Norbinak, a kamerázásért. Úgy bizony. A tetőhintás Norbival egyébként ettünk ki jó kis macska kaját. Ő neki is az nagyba. Nagy öledele. Ugye. Köszönet egyébként Zsiványnak, Csreginek, és Zsiványt külön kiemelném, hogy elfuvaroztak Budapestre, Barninak is. Nagyon jót beszélgettünk egyébként, aki velünk, és Mártinak is. És hogy félig részegen a zsiványék hazahoztak Széklet Főhérvárra.
filigrészegen. Valamint, akik hozták a csalkót. A közönség találkozóról, ugye? Nagybetűkkel írtam, hogy lássa. Körülbelül hét közepén szerda vagy csütörtökön lészen fönt, mert ugyanis több órás anyagot kell földolgozni az unoka húgyomnak, vagy az unoka ecsémnek, mert tényleg több órányi anyag. Összegyűlt, és azért gyűlt egyébként össze az anyag, hogy ne légy Bartos hanyag. De szüst anyag, hanyag! Tehát tényleg egyébként tanulók pénz az egészből, tehát behirdetni nagyba egyébként a ízét, tehát az az egésznek a sinálga, hogy bizony, tehát előtte jó behirdetni, és tényleg akkor a vidékiek is, akkor nem lehet egyébként egy szavuk se, hogy mit tudom én, hogy akkor lemaradnak, stb., mert sok vidéki is gyűjt volna, tehát nem 15-en lettünk volna, lehet, hogy lettünk volna mondjuk 30-an. Én toltam el, tehát tényleg egyébként én ezért ambasztam el, mert lehetünk volna többen is. De nem baj, ez így sikeredett. Talán egyébként még lehet, hogy csak augusztusban még lesz egy Budapestön, és én most külön egy... De, olyan jó kis vérré váló, jó kis vér, jó kis vörösbe vérré váló. Budapest és Markazon, a fénykonyhónál még akarok, csak oda mondjuk a Höves megyeiek, azok biztos, hogy tódulni fognak meg Borsodból. Tehát Markazon akarok még egy marha nagy tanítást majd csinálni. Ugyan. Na, egy marha nagy tanítást még szeretnék a fémkunyónál csinálni, Markazon. Úgyhogy ennyi. Úgyhogy tényleg egyébként köszönöm egyébként mindenkinek a jelenlétét, és tőleg befogom egy vált. Előtte tényleg akkor egy marha nagy bőjelentendő hír lesz ez majd. És akkor nem az utolsó pillanatokra. Hagyni az egészet. Hogy akkor ízé, tehát tényleg valóban, így van, de ennyit akartam, tehát köszönöm még egyszer a mindent, a jó beszélgetéseket, meg a többi, lesznek bejátszások, és körülbelül szerdán vagy csütörtökön, meg föl lesz akkor nagyba a ízé, a legyen, egyébként körülbelül 15 perces jelenetek, amikor ottan a közönség találkozón voltak. Nagyba egyébként vittem föl Bartolt Cezárjót, egyébként úgy itták, mint a zanyatejedbe az meg. Nagyon ízlett a Bartolt Cezárjó. Az a baj, hogy úgy fölnézik. Tyúkcigit is csináltam én extra erős változatot. Abu meg alig fogyott. Na majd legközelebb akkor, mert direkt egyébként ezt ingyen akartam elosztogatni a Bartos öttyúk cigit. Na, mindegy. Úgyhogy tényleg egyébként nagyon jól éreztem magam. Szerintem, akik kín voltak, azok is parádésan érezték magukat. És akkor ennyi. De konyhát, bizonyosan. Na, ennyit akartam. És akkor vacsorázok tovább. Isten áldásával, bizonyosan. Ennyi voltam, de.